25. fejezet. Agárti. Én ezt nem értem, mondta Jason, amikor a lábakon járó erkély elérte a gletszer csúcsát, és a fagyos cél az arcába csapott. Mit nem értesz, Jason Command? Kérdezte a mellett álló férfi, miközben a látó határként állta. A napfénye visszaverődött a húmozőről, de igen látható hatalmas sasadékok olyanok voltak, mintha az elmúlt évezredek mélyebb helyeket hagytak volna a tájon. Jason magához szorította két karját, hogy kissé felengedjék. Az igazat megvalva annyi minden nem értett, hogy azt sem tudta, hol kezdje. Végül is döntött. Na azt, amit a neveddel kapcsolatban mondtál. Hogy nem emlékszel a saját nevedre, szóval ezt nem értettem. A különös elmű az előbbieknél hangosabb zörrenése átlépett az egyik rés fölött, majd ráállt egy ösvény féleségre, ami tulajdonképpen nem volt más, mint egy alig-alig látható sötét nyoma égen. Pedig nem túlságosan bonyolult. Ez Agartinak a bölcsek városának az első számú szabálya. Felt az ismeretlen, miközben tekintetét folyamatosan látóhatán nehezen a meghatározható pontjára szegezte. Jason viszont akárhogy erőlködött, csak hegyeket látott. Felhőbe vesző csúcsokat és éles hegygerinceket, melyek olyan magasba szöktek, ahová a szem már nem is követhette őket. Lakítóan fénylő, fehér és szürke, végtelen hómező. Te is a bölcsek egyike vagy? Kérdezte a fiú. Annyira vagyok bölcs, amilyen hosszú a szakállam, felelte a másik. Nem értem. Majd megérted, ifjú utazó, néhány perc is megérted. Agárti városa váratlanul bukkant fel, mintha abban a pillanatban nőtt volna ki a jégből. Ugyanolyan színe és formája volt, mint a környező hegyeknek, mintha csupán egy lapos árnyék vetődne a sziklákra. Majd azonban közeledtek, a négyzetekből házak lettek, a hegyes lándzsákból tornyok és minaretek, a repedésekből paloták közkanyarvó utcák és sikátorok. Agárti, suttogta Jason, akit magával ragadott a lenyűgöző látvány, felpattant. Hiszen ez gyönyörű. A hóból kinövő város az örökké valóság fenséges hangulatát választotta. Olyan ősi volt, mint a gletszerek, amelyek körülvették. Az örök hóbirodalma, ami valamikor a világ őskorában alakult ki, és amiben soha nem tettek kárt a napsugarai. A visszaverődő fénylábok miatt a képtelenség volt sokáig nézni, hiszen az majdnem olyan lett volna, mintha egyenesen a napban nézne az ember. A házak és a tornyok egymásra épültek, és egyszerre aranylóan meg ezüstösen ragyogtak. Különös járművük döcögve haladt a hótól megtisztított szűkösvényen. Csak amikor már az első épületek közéleibe jártak, akkor keresztezték útjukat más ösvények. Az út ekkortól sötétkővel kirakott sugárúttá szélesedett, amelyről pára felhők emelkedtek a magasba. Megérkeztünk Jason Covenant, közölte a bölcs, és a lábakon járó erkély megállt a város bevezető bejárat előtt. Jason tátott szájjal bámult. Nem volt kapu, sem véd falak, sem bástyák, amelyek egy esetleges ellenséges támadástól megvédhették volna a várost. Csak az ősi gletszer, a két mélységes mély, egy csendesen nyikorgó hasadékkal. A bölcs ezüstös vonalat mutatott a fiúnak, ami keresztben látszelte a városba vezető utat. Én már rejtély megoldása. Itt majd neked is döntened kell. Amit magad előtt látsz, az a bölcsesség vonala. A túlsó oldalon megkaphatod a válaszokat minden kérdésedre. De ha egyszer úgy határozol, hogy ismét átléped és hazatérsz, az összeset elfelejted. Jason hitetlenkedve pislogott. Úgy tűnt, a bölcsességet nem neki találták ki. Én továbbra sem értem. Nem állhatsz egyszerre két oldalon, hogy elászott türelmesen a titokzatos szakállas férfi. Ha egyszer átléped a vonalat, elfelejtesz mindent, kivéve a kérdéseidet. Ha viszont elindulsz hazafelé, elfelejted a válaszokat, amelyekre rátalálta itt, a bölcsek városában. Elfelejtem a válaszokat? Pontosan. Ahogyan én is elfelejtettem a saját nevemet. De ha ismét átlépem a bölcsesség vonalát és visszatérek a szülővárosomba, majd eszembe jut. Jason finoman szóval elképett. De hát akkor mi értelme volt ideig eljönni a válaszokért, ha úgyis, utána úgyis elfelejtem őket? Ha téged minden másnál jobban érdekel válasz, akkor nem tehetsz más, mint átléped a vonalat. Ez az értelme. Igen, de hát elnékeznem is kellene azokra a válaszokra, tiltakozott a fiú. És ez ki mondta neked? Ha a válaszok kijutnának a bölcsek városából, akkor nem lennének már itt többé itt, és senki se találhatna rájuk. Jason elkomorodott. Ez teljesen abszurd. Nem hiszem, hogy az lenne, felelte a bölcs. Gondoltál, hiszen ez a te városod. De ha egyszer elhagyod, még a nevedre sem emlékszel. Sőt, a visszavezető utat se találnám meg, ha nem lenne itt az én remek kis égjárom, nevetett a bölcs. Biztonsági okokból van ez így, hívjuk utazó. A válaszokat mindenki szeretné megkaparintani. Jason szinte tajtékozott haragjában. Határozottan becsapva érezte magát. Egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy be akarok menni, sziszegte csalódottan. A bölcs megértően bólogatott. A bölcsesség maga a belső nyugalom. A belső nyugalom pedig azt jelenti, hogy nincsenek kérdéseink. Erre tanít meg Agárti.
Jason keserűen felnevetett. Őszintén kételkedem benne, hogy valaha is bölcs leszek. Vissza tudlak is jönni oda, ahol találkoztunk, és adhatok neked egy másik húghelót, ha valaha vissza akarsz térni. Jason ebben a pillanatban felkapta a fejét, mert hirtelen eszébe jutott valami. Jegyzetelhetek? Kérdezte. Hogy mondod? Ha nem is emlékszem semmire, de feljegyzéseket azért készíthetek. De bölcs a fejét rázta. Attól tartok nálam, ifjú barátom. Átkutatnak akkor is, amikor megérkezel, és akkor is, amikor elhagyod a várost. Nem vihetsz magaddal semmit, ami különbözik attól, amit bevittél. Jason az ajkába harapott. Még egy kis reménykeztetőt sem. Nem, Jason Covenant. A válaszok csak neked szólnak. Csak nekem morfond iratott Jason. Úgy tűnt, nincs más választása. Jason egy hirtelen megérzése hallgatva ott hagyta a többieket, és eljött egészen idáig, hogy megszerezze a válaszokat minden kérdésére. Ránézett titokzatos kísérőjére. A férfi nyugodtnak és őszintének látszott. A válaszok csak nekem szólnak. És el fogom fejteni őket. Jason Covenant, az önző ember. Váratlanul felnevetett. Miért nevetsz? Kérdezte a bölcs. Mert eszembe jutott valami. Nem vihetek ki semmi mást a városból, csak amit magammal hoztam, ugye? Pontosan. És ha átlépem az ezüstvonalat, sok mindent elfelejtek saját magamról. De pontosan mennyit? Sok mindent. Talán mindent. Attól függ, hogy mennyire fontosak neked ezek a dolgok. Jason hosszasan gondolkodott, hogy mi fontos igazán neki. Majd így szólt. Megígérsz nekem valamit? Az attól függ, Jason Covenant. Ha egyszer átlépni ezt az ezüstvonalat, majd emlékeztess rá, hogy haza kell térnem, és kényszeríts rá, hogy meg is tegyem. Ezt megtehetem. Azzal Jason kiszállt a járműből, hármat lépett előre, és ezzel át is lépte a bölcsesség vonalát.